Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője, miniszteri biztos. Üdvözlöm képviselő urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is nagy szeretettel üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit. A rendszerváltás óta nem látott mértékű jóléti intézkedéseket hozott a kormány a magyar emberek érdekében, amelyek jó része február hónapban kerül folyósításra. Kezdjük az elején, hiszen többről van szó. Elsőként beszéljünk a 13. havi nyugdíjról. Mikor érkezik, mekkora összeget jelent és kiket érint? Igen, elmondhatjuk azt, hiszen én is az a korosztály vagyok, hogy úgy telt az életünk jó része, hogy majd egyszer jobban fog menni, mindig rosszabbul ment. A magyar gazdaság mindig rosszabbul teljesített, hiszen a 80-as években volt a folyamatos áremelések, szegényedett el a lakosság, majd a 90-es években a munkanélküliség, és igazából folyamatosan az volt, hogy a magyar gazdaság mindig esett vissza. És az elmúlt 6-8 évben azt láttuk, hogy a magyar gazdaság folyamatosan jól teljesít, növekszik a GDP, és a magyar gazdaság jó teljesítményéből azok az emberek, akik ehhez hozzájárultak, azoknak is kell kapni. Hiszen a nyugdíjasok az a generáció, akik végig dolgozták akár a 80-as éveket, 90-es éveket, a 2000-es éveket, hozzátették a munkájukkal ennek az országnak a gazdasági gyarapodáshoz minden erejüket, és a kormány úgy döntött, hogy most, ha jól működik a gazdaság, a tavalyi évben körülbelül 7%-os GDP növekedés volt, talán a rendszerváltoztatás óta soha nem volt ilyen magas GDP növekedés, ebből jutni kell azoknak is, akik megdolgoztak érte, akik egy életen keresztül dolgoztak ezért, és a Bajnai Gyurcsány kormány, amikor elvette a 13. havi nyugdíjat, azt mondta az Orbán kormány, hogy ha rendbe tesszük, rendbe tudjuk tenni a magyar gazdaságot, és sikerült rendbe tenni, akkor ezt vissza fogjuk adni. És a tavalyi évben a nyugdíjprémium kb. 80 ezer forint volt nyugdíjasoknak. Amellé ebbe az évben, február közepéig mindenki meg fogja kapni a teljes 13. havi nyugdíjat, azok, akik nyugdíjasok vagy nyugdíjszerű járadékba részesülnek. Én azt gondolom, hogy egy ígéret volt, egy olyan ígéret, amit meg tudtunk tartani, és nem egy költekezés, hanem a magyar gazdaság olyan jól teljesített, hogy ezt nyugodtan ki tudjuk fizetni azoknak az embereknek, akik egy életen keresztül dolgoztak ezért az országért. Képviselő úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.